Az elmúlt tanévben 19 sportágban mintegy 280 ezer 6 és 20 év közötti fiatal vett részt a diákolimpiai sorozat versenyein. A Magyar Diáksport Szövetség 15 általános és középiskolát díjazott, valamint 20 testnevelő tanár vehetett át elismerést a Magyar Tudományos Akadémián megtartott rendezvényen. Köztük volt az elmúlt évig a Bem József általános iskolában, szeptembertől pedig a Vasvári Pál gimnáziumban tanító, röplabdaedző Szekér Lászlóné is. Én úgy gondolom, hogy nem csak a tavalyi év, bár a tavalyi év kimagasló volt, megnyertük a gyerekekkel a terem röplabda diákolimpiát, illetve a strand röplabda diákolimpiát, de nagyon-nagyon régen dolgozom már a Bembe, és nagyon sok aranyérem, ezüst, bronzérem, illetve helyezés van a hátunk mögött. A testnevelő szerint számára kihívás jelent az, hogy az általános iskolás évek után az ország egyik legeredményesebb középiskolájában foglalkozhat a gyerekekkel. Mind a kettőnek megvan a szépsége. Az általános iskolában nagyon szerettem dolgozni, a Bem József iskolába. Igazán sosem gondoltam, hogy eljövök onnan. Jött a számomra egy lehetőség, egy kihívás, amivel úgy gondolom, hogy élnem kellett. Egy nagyon híres iskolába kerültem, ahol a sport kimagasló vagy központi helyen van, az iskola vezetés maximálisan támogatja, illetve a kollégák is kitűnő testnevelők, kiváló eredményekkel rendelkeznek. Szekér Lászlóné a hétvégén Veszprémben az 5.-6. korcsoportos diákolimpia országos döntőjében irányítja majd a vasvári csapatát. A cél az, hogy a lányok érmet szerezzenek a fináléban.